9. század második felében a Magyar Törzsszövetség a Fekete-tengerbe ömlő Dnyeper folyó vidékéről, Etelközből biztonságos hazát keresve a Kárpát-medence felé vette útját. 896-ban települtek ide vezérlő fejedelmük Árpád irányításával. Azóta is itt élnek. A honfoglalás mondáit, mítoszait, regék, hőskölteménynek örökítették szájról szájra. Történetünk az Árpád-ház királyának udvarában feljegyzett mondákat kelti életre. A legendák ma is köztünk élnek, mint a táltosok, akik mesélnek nekünk és mutatják a jó utat különös képességükkel Isten és ember között. Talán egy ilyen táltos vezette Árpádot is Magyar Honba. Hallgassuk hát az ő meséjét. Fehérköd az ég. Yeah.
fordíts hátam az ellenségnek, de tudd meg, sokat vannak, akik érte félnek, tudd meg, sokan vannak, igyetek földillata éppen. Én nem ellens, én vagyok, csak egy öreg, aki még élhet. Thank you.
együtt vegyünk az új hazába. És talán ott fog majd megszületni a gyermekünk. Hogy? Az idő.
És most jól figyelj, te beszélő lány. Na ők a madarak. És így jár az, aki az útjukba áll. Thank you.
a fontos, talán csak egy család. Éreztem új illatot, láttam az új hazát. Gyökereink itt vannak, innen indulunk. Meg kell, hogy értsd, ez a jutunk. Visszatér oda, hol már várnak minket. Visszatér.
Ugye megmondtam, hogy erős vagyok és bátor. Nem sokára megszületik, fiúk. Elmondom majd, ki volt az apja. És büszke lesz rád. Induljatok. A gyermekünk már az új hazára szülessen.
Áltád. Látom a sólyomat. Jelt adott. Érzem, már nincs messze az új haza. Árpád, szólnod kell a vezérekhez. Szólj a népethez. Nincs szó. Nincs jel. Nincs rajzolt. Virág. Nem szállt. Az ég. Szárra tört. Madár. Nincs jó. Thank you.
igazzá, amire nekünk magyaroknak mindig nagy szükségünk volt. Menjetek és lakjátok be ezt a földet. Szeressétek, óvjátok, csontjaitokban érezzétek, hogy a tiétek, hogy itthon vagytok, és maradjatok meg hitben és egységben, mert hit és egység nélkül olyan a magyar, mint a lovaink nyomán fölszálló por, mint az első fú alatt szétszór a világ. Kell még egy ölelés.